Az önkormányzati választásokat követően 2019. október 21-én megtartotta első alakuló testületi ülését városunk vezetősége. A program teljes felvételét magazinműsorunkban láthatják. A napirendi pontokat most dr. Szalai László polgármestertől hallhatják. Helyi választási bizottság elnökének beszámolja a választás eredményéről, az önkormányzati képviselőknek az estültétele, polgármester estültétele, polgármester illetményének és költségterítésének meghatározása, a polgármesterek megválasztása estültételük, valamint tiszteletdíjuk és költségterítésük meghatározása, képviselők tiszteletdíjának meghatározása, képviselőtestület állami bizottságainak tagjainak megválasztása, tiszteletdíjuk meghatározása, képviselőtestület szervezetési és működési szabályzatának módosítása. Megállapítom, hogy az ülés folyamán az önkormányzati választások eredményéről Nagy István, a helyi választási bizottság elnöke számolt be, aki a képviselőtestület tagjainak átadta a megbízó levelüket, majd levezette a képviselői eskütételt. Én becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, képviselői tisztségemből eredő feladataimat, Dunaharaszti fejlődésének előmozdítása érdekében, Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Gratulálok a képviselőtestület minden tagjának. Nagy István ezt követően átadta a szót Fényes István testületi korelnöknek a polgármesteri eskütétel lebonyolításához. Tisztelettel köszöntöm a polgármester urat, a megválasztott képviselőket és a jelenlévőket. Felkérném dr. Szalai László András polgármester urat, hogy tegye le a képviselőtestület előtt az eskü, és mondja utána az eskü szövegét. Én becsületembe és lelkiismeretembe fogadom. Én Szalai László becsületemben és lelkiismeretemben fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait betartom és jogszabályait megtartom és másokkal is betartatom. Polgármesteri tisztségemből adott feladataimat. Dunaharaszti fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem segítsen. Köszönöm. A testületi ülést teljes egészében megtekinthetik magazinműsorunkban.